Sziasztok! Képzeljétek el, hogy most érkezett meg hozzám az elektromos rollerem a Shell GSM csapatától, amit még egyszer nagyon hálásan meg szeretnék köszönni. És arra gondoltam, hogy most csinálni fogok egy videót, amelyben közösen kibontjuk a csomagot, hogy mit tartalmaz, illetve összeszereljük a rollert, és utána pedig ki is próbáljuk. Én iszonyatosan izgatott vagyok, már napok óta várom, hogy kibontassam a csomagot, csak közben dolgoztam. A roller egyébként a munkahelyemre érkezett, és Erik segített így az elhozásában, illetve a felcipelésében, viszont most jött el a pillanat, hogy kibontjuk a csomagot. Elektromos rollerrel kapcsolatban egyébként egyetlen egy tapasztalatom van, viszont egy nagyon kedves emlékhez fűződik, és én akkor elhatároztam, hogy mindenféleképpen szeretnék beszerezni egyet itthonra is, ugyanis szuper praktikus, ha az ember munkába megy, A pontból B pontba el szeretne jutni, viszont nincs annyi ideje, sietnie kell, illetve egyébként még a meleg miatt is egy nagyon jó megoldás, ugyanis az ember, hogyha mondjuk biciklivel megy, vagy sétálva, nagyon könnyen leizzadhat, azért egy elektromos rolleren csak szágoldozni egyébként sokkal kevésbé megterhelő. Viszont akkor nem is húznám tovább az időt, bontsuk is ki a csomagot! Itt látható a csomag, egy Xiaomi Mi Electric Scooter 3 érkezett hozzám. Szuper biztonságosan és praktikusan van becsomagolva a roller. Érkezett a csomagban egy pótkerék is. Ez Szegeden fontos lesz, ugyanis elég sokszor kaptam már defektet biciklivel, ami valljuk be nem túl kellemes érzés, és ez reméljük nem fog kelleni majd nekem, de azért jobb a biztonság. A kis zacskóban a használati útmutatón kívül lapult egy csavarhúzó, illetve hozzá csavarok. Remélem, hogy fogom tudni használni őket, mert nálunk Erik szokta ezeket csinálni, viszont ő most nincs itthon, de én már nagyon ki szeretném próbálni, szóval mindent meg fogok tenni, hogy össze tudjam szerelni egyedül is. Itt most azt láthatjátok, ahogy utána néztem néhány információnak az interneten, a magyar használati útmutatóban, majd neki is kezdtem az összeszerelésnek. Mielőtt a kormányt a helyére tettem volna, igyekeztem a kábeleket úgy beletenni, hogy ne gyűrődjenek nagyon. Ezután pedig következhetett a csavarozás. Őszinte leszek, ezzel kicsit meggyűlt a bajom. Azonban minden jó, ha a vége jó, sikerült szerencsésen összeszerelnem úgy a járgányt, hogy balesetmentes közlekedésre alkalmas legyen. Következő lépés, ezt a kis sapkát itt elcsúsztatni, és akkor ide fogjuk feldugni, tölteni a rollert. Akkor lesz feltöltve, hogyha ez a piros világítás zölden fog világítani. Szóval most várunk addig. Ezen az applikáción kell megtenni az aktiválást, majd itt tudjátok nyomon követni a fontosabb információkat. Itt láthatjátok a legelső próbálkozásom, és hogy hogyan is szelem az utakat. Pár órával később már sokkal stabilabban közlekedtem. Még egyszer nagyon meg szeretném köszönni a Shell GSM csapatának, egy nagyon szuper terméket kaptam tőlük, melyet biztosan rengetegszer fogok még használni, és nagyon bízom benne, hogy a későbbiekben még több videóval, illetve képpel szolgálhatok nektek. Bízom benne, hogy élveztétek ezt a videót, puszi mindenkinek!